Járn. régóta kereslek. A barátom Hestrer, segítened kell neki. Es, egyesíteni akarod Freyordot, de az egység nem harmónia. Tudod, engem sem hagy hidegen a boszorkányság. Nem vagy ember, de szellem sem. De annyi biztos, hogy nagyon hangos vagy. A fájdalmad. Még sosem láttam ehhez foghatót. Nada borusz az istened, ugye? Mesélj még róla. Bárány és farkas. Nem hittem, hogy már is találkozunk. Nem boszorkány vagy, Lissandra, hanem korság. Na hát, összeöltöztünk. Remhárg, de jó, hogy látlak. Rengeteg a mesélnivalóm. A kutatásom kulcs pillanata. Szellembarátom, segíthetek neked. Ismerem azokat a hollókat. Te vagy a gazdájuk? Vagy ők a tiéd? Ismét találkoztunk, lélekvándor. Beszélgetünk később. Érzem, hogy az elmémbe akarsz férkőzni, válhír. Hagyd abba! Szellemeket ölsz a pengéddel, Joné. Miért nem gyógyítasz inkább? Egy gyordul, Még sosem láttam őket a fizikai világban. De kis cuki! Iszjárn! Újjá születsz! megkeresünk. Es! A szándékod nem es, de a kivitelezésed kisé ügyetlen. Köszönöm, Illaoi! Meg fogom látogatni a kígyószigeteket. Kindred, majd én szólok, ha eljött az én időm. Lissandra! Meggyógyítom, amit tönkretettél. Viszlát, kis haver! Furcsa! De nagyon cuki. Később beszélünk, Remharg. Még segíthetek? Hadd nézzem át a jegyzeteimet, és újra megpróbálom. Ezek a tornyok nem segítik a munkámat. Ez könnyen ment? Rozogatákolmány. Biztosan nem Remharg építette. Hamarosan találkozunk, lélekvándor. Öröm veled vitázni. Nem ijeszt meg a vadságod, válhír. A szellemek megölése nem hoz békét, Joni. Hová kerülnek a jordlök, ha meghalnak? Bendelvárosba. városba? Hol is tartottam? Ebből elég volt, köszönöm. Időpazarlás volt. Később utána nézek. Tetszeni fog a szellemlét. Kellemes. A tudás hatalom. Olvashatnál néha. Vár a munka. Ah, végre. Hol is tartottam? Ha, 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 Tada! Jó, mi? Úgy hangzott, mint egy vicc. De nem volt vicces. Én szeretem önmagam. És te? Én inkább csendben maradnék a helyedben. Káosz vesz körül. Ez árt a szellemeknek. Nem hagyhatom annyiban. Elég volt már a társas érintkezésből. Úgy tűnik egy ideig együtt leszünk. Tudom, miről beszélgessük. Most meg hová mész? Ó, oh, érdekelnek a szellemek? Órákig tudnék mesélni róluk. Hol is kezdjem? Fontos áttörés előtt állok. Nincs most erre időm. De jó, hogy itt vagy, Remhark. A többiek olyan... Lármásak. Ó, oh, egy újabb szellem. Na hát, milyenért... Ó, oh, arra misz? Oké, okay, majd később beszélünk. Lélekvándor. Alig várom, hogy ismét együtt dolgozhassunk. Megmutatom, mi mindent tudtam meg. Nyüzsögnek erre felé az eltévet lelkek. Segítek mindannyiuknak. Nagyon fáraszt a társaság. Ne vegyétek magatokra, ha mogorva vagyok. Itt a könyvem, a pálcám és a holmiaim. Van még valami? Oké. Okay. Indulhatunk. Szeretnétek a szellemekről beszélgetni? Hallgatás beleegyezés. A legrosszabb sors egy félisten számára, ha elfeledik. Ez nem történhet meg Csak szólok, hogy a kutatásommal leszek elfoglalva. Ha elkészültem, mindenkinek elküldöm a jegyzeteimet. Ha csak nem a szellemekről vagy a szellemvilágról szeretnél társalogni, jobb, ha hagysz dolgozni. A szellem és a fizikai világot is látom egyszerre. Ez az én saját világom. Csoda szép. Fárasztó ez a sok gyaloglás. Nagyon szeretnék segíteni Hestrőrnek. De nem vagyok elég erős. Egyelőre. Ha itt végeztem, ünneplésként azok mindent, amit feljegyeztem. Ah, imádom a papírmunkát. Csak törékeny csontok vagyunk egy porhüvelyben. Ah, de a következő életemben végre szellem lehetek. A halandók fájdalma tévútra vitte a szellemeket. Nekem kell megszabadítanom őket a szenvedésüktől. Mindig van egy szellem öt lépés távolságon belül. Nem hagyom, hogy az idős és elfeledett félisteneket félrevezessék a jégőrzők hazugságai. Ah, Oké, okay, induljunk. A szellemvilág és a fizikai világ nem egymás tükörképei, hanem az egység alkotó elemei. Valójában sosem vagyunk egyedül. A szellemek körülvesznek. A könyvek nagyon keveset írnak a szellemvilágról. A munkámmal segítek másoknak megérteni, amit nem látnak. Nem vagyok ehhez hozzászokva. Pihenek egy kicsit a szellemvilágban. Ki kell fújnom magam. Fárasztja a szemem a fizikai világ egy pillanat. Kell egy kis környezetváltozás. Mentem, pápa. Nem hagyom, hogy elfeledjék Hestrőrt. Ah, ki kell találnom valamit. Hogy tudnak ennyit harcolni? Ah, kimerítő. Ezt nem így terveztem, de nem adom fel. Ó, oh, még nem végeztünk. Még mindig harcolunk? Oké. Ismét fizikai test. Hát jó. Oké. Folytassuk a munkát. A szellemek számítanak rám. Tanulság. A korábbi hibák ismétlése nem vezet semmi jóra. Irány tükörország. Ja! Átjáró a más világba. Kinyílt az ajtó. Az én világom. Ja! Lásd tisztán. Nyisd ki a szemed. Nézd meg jól. Gyönyörű, ugye? Látom a lelked. Az én világomban vagy. A teljes valóság. Egyesültek a világok. A fátylon túl. Yeah. Világok között. <coughs> Átkelek. És most együtt. <laughs> segítek, hogy hazatalálj. Jó, hogy itt vagy. Majd én vigyázok rád. Szia, kis szellem. Köves. Segítek neked. Megengedsz egy kis kitérőt? Piu! Ting! Köszönöm, nem kérek répát. Minden borzasztó drága. Miért? <laughs> Vissza a szellemvilágba. Nem tettem eleget. Esztrőr. Nagyon sajnálom. Nagyon érdekes. Később utána olvasok. A gyengeség egyben erő is. Esztrőr, barátom. Mindent megteszek, hogy segítsek. Az itteni szellemek mások, mint a frejordiak. Szeretem a csendet és hallani a gondolataimat. Á, értem már. Nagyon érdekes. Vajon észrevennék, ha eltűnnék? Ez Havu nénikémnek való hely. Szereti az intrikát. Hogy lehet félni a szellemektől? Olyan aranyosak. Ó, oh, erről olvastam valahol. Kevesen látják azt, amit én. Ezért keltem hajnalban. Szeretek egyedül lenni. A világ végéig megyek, ha kell. Írnom kéne a családomnak, hogy tudják, hogy még élek. Jó a szellemeknek, hogy nem emberek. A spirituális egyensúly. Megsérült. Az a sok zaj és a szagok. Borzalom. Érdekes választás. Van jobb dolgom is. Essünk túl rajta. Kutató munkát végzek. Mutas valami újat. Ne közelíts. Hagyj békén. Ne érj hozzám. Csak lélegezz. Nem szeretek harcolni. Feldühíted a szellemeket. Nem érek rá. Túl közel vagy. Mász ki az aurámból.